Jó keresztényeket és erényes polgárokat neveljünk, ez a Marista testvérek alapítójának, Champagnan Szent Marvellinek alátomása. Ma nem csak egy épület felavatását ünnepeljük, hanem a magyarországi Marista misszió küldetését és értékeit is. A Marista hagyomány 200 évre nyúlik vissza, amikor Szent Marcellin Champagnat azon volt, hogy a kisfalvak iskolához nem jutó gyermekei számára minőségi keresztény oktatás biztosítson. Az a nevelési stílus, amelyben az egyszerűség, a Maria iránti szeretet, a munka szeretete, az aktív jelenlét és a családi szellem nem csak szép mondatok voltak egy pedagógiai dokumentumban, hanem a mindennapi életben megélt valóság. Büszkén mondhatunk, hogy Szent Alapítónknak ez a szellemisége és nevelési stílusa ma is teljesen jelen van a Szent Pál Marista általános iskolában. De ez nem lenne lehetséges az iskola fantasztikus pedagógus csapata nélkül, aki nem mindnap igyekeznek megélni azt a módot, amelyet a maristák számára oly sokat jelent. Ahhoz, hogy jól neveljük a gyerekeket, szeretni kell őket, és mindannyiunkat egyformán. Ez egy igényes munka, amely sokkal többet igényel, mint pusztán a tudomány átadása. Iskolánkban nem csak tudást, hanem szeretet közvetítünk. Mégpedig olyan szeretet, amelyet meg lehet tapasztalni, érezni, meg lehet magyarázni. Követve a példát, ami Jézus mondott nekünk. Szeresítek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Az iskola teljes pedagógus csapatának erőfeszítése, elkötelezettsége, szenvedélye és elhivatottsága tette lehetővé, hogy ideig eljussunk. Ők azok, akik nap mint nap megvalósítják a Champagnat és a Marista rend alapítójának álmát, és első módon adják tovább a tanulóknak. Sorolt a Pau testvér, majd azt kívánta, legyen az új épület olyan hely, amely mindenki számára fejlődés és inspiráció forrása, nem csak az idejáró diákoknak, dolgozóknak, hanem egész Karcag városának. Dr. Székely János püspök és Gulyás Zsolt karcagi plébános érseki tanácsos megáldotta az épületet, melyre a Mária iskola testvérek szerzetes rend sikeresen pályázott. Tanítanak itt matematikát, fizikát és sok mindent, de leginkább tanítanak embernek lenni. Tanítanak a jó szívre, ahogy Jézus mondta, tanuljatok tőlem. Szelíd vagyok és alázatos szívű. Ennek az iskolának a legfőbb tanítója Krisztus. A legfőbb tanító nője a szűzanya. Ő van itt jelen. A legfőbb tantárgya a szeretet és a hit. Az új épület 156 tanuló befogadására alkalmas, és van egy mintegy 300 fős közösségi terme is. Szeptemberben már itt kezdenek a diákok. Történhetnek csodák. Olyan csodák, amit az emberi összefogás, a szorgalom és az akarat hoz létre. És itt áll ez a csodálatos épület, amely önmagában is szép, szemedgyönyörködtető. De egy iskola, azon kívül, hogy szép, valami többnek is kell lenni. Hiszen nem lehet olyan, mint egy önmagáért való műalkotás, vagy egy szál virág, egy szál tulipán, amely csodálatosan pompázik, de nyár elejére elhervad. Egy iskolának olyannak kell lenni, mint egy gyümölcsfa, mint egy almafa, amely tavasszal gyönyörűen virágzik, gyönyörködteti a szemet, de gyümölcsöt hoz, hasznot hajt. És az iskola is ilyen. Szép, szemet gyönyörködtető, de a gyümölcse, a termése az igazi értéke. És ez az iskola így épült fel, és így működik. És egy iskola önmagában nem csak tégla, nem csak fal, nem csak mész. Valami többnek kell lenni. Valami olyannak kell benne lenni, ami különlegessé teszi. Huba Imre, a Vármegyei Közgyűlés elnöke örömmel vett részt a Nagykunság fővárosában, a Vármegye egyik legerősebb településén egy olyan intézmény átadásán, amihez erős hitre volt szükség.
amit köszönhet a vármegye, amit köszönhet az ország nemzetmegtartó erőben, kiművelt emberfőkben, és abban a lehetőségben, amit a jövő generációinak átadva, mind városunk jövője biztonságát és az ide érkező vendégek, az ide érkező befektetők, vagy akár turistáknak az örömét is fokozza, hogy olyan értékkel gazdagítják a várost gyermekeink, az itt élő gyermekeknek és szüleiknek, családjaiknak a körében, ami megtartó erőt is fokoz a városban. És hogyha Jóisten nem építette volna ezt a házat, akkor valószínűleg hiába fáradoztak volna az építők, akik valószínűleg a tehetségüket, a képességüket is a Jóistentől kapták, és olyan módon kamatoztatják, ami városunknak, a nagykunságnak, Jászlik-Kun-Szolnok vármegyének a javára és az itt élőknek a boldogulására, képességeik jobb kibontására és a közösségben való hasznuknak az elérésére szolgál. Szepesi Tibor polgármester szerint az új épület jelenti a város fejlődését, gyarapodását, szolgálja az itt élők, az intézményben dolgozók, tanulók, szülők és természetesen a családok érdekeit is. Egy új iskola épület a közösség erejét mutatja, és üzen is. Azt jelzi, hogy ha hiszünk valamiben, és megvan a reménységünk, a kicsiny építőkövek egészé állhatnak össze. Ezek az építőkövek azonban csak keretet adnak. Tartalommal, élettel a benne dolgozók, a pedagógusok, az oktatás segítő szakemberek töltik meg. Egy nevelési intézmény értékét a benne tanító pedagógusok, az ott dolgozók értéke adja. Hiszem, s tudom, hogy a most átadásra kerülő iskolaszárny nem csak egy szép épület, hanem gyermekeknek, pedagógusoknak, szülőknek ad megfelelő keretet, és teremt további lehetőséget. A mai intézmény fenntartók legfontosabb szerepe abban áll, hogy biztosítsa a modern, gyermekbarát környezetet, hogy biztosítsa a szakmai hátteret a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, a családok támogatásához. Az elnyert 499,9 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból az iskola új épületszárnyat kapott, amelyben kialakításra került 5 tanterem, egy természettudományos szaktanterem szertárral és vizes blokkokkal.